A hirtelen jött lehűlés következtében felhalmozódott az avar Nyíregyháza közterületein. A megyeszékhely közterület felügyelői ilyenkor rendszeresen vizsgálódnak, a tulajdonosoknak ugyanis kötelességük eltakarítani a faleveleket a járdájukról. Szabályszegés esetén helyszíni bírság róható ki, amely 50 000 forintot is jelenthet. Amennyiben nem találják otthon a tulajdonost, úgy eljárást kezdeményezhetnek ellene, amely után magánszemély 200 000 forintig, cég pedig 2 000 000 forintig terjedő pénzbírságot kaphat. Valóban elkezdett nagyon hullani a falevél a város közterületeire. Ilyenkor mindenki a saját ingatlanát körülvevő közterületen az út széléig kötelesen betartani azt, tehát össze kell seperni a felgyülemlett avart és a lehullott faleveleket, hiszen ez ilyenkor baleset veszélyes, főleg ha megjön egy esőre, akkor gyakorlatilag jégszinten tud csúszni az ilyen típusú avar. Első körben mindenkit felszólítunk arra, hogy tegyen rendet a saját portája előtt. Ilyenkor felszólításra általában meg is szokták csinálni a ingatlan tulajdonosok a rendbetételt. Ha ez mégsem valósul meg, akkor a közterületfelügyelőnek vannak lehetőségei további szankciók alkalmazására. Ugyan tűzgyújtási tilalom jelenleg nincs érvényben, Nyíregyházán továbbra is magas a szállópor koncentrációja, így a katasztrófavédelem néhány napja arra kérte a lakosságot, hogy lehetőség szerint ne égessék el a faleveleket, illetve az egyéb kerti hulladékokat. Bodrogi László úgy fogalmazott, ingatlan területen belül csak biztonságos körülmények között fogjanak tűzgyújtásba. Azt tudni kell, hogy ezt csak egy szélcsendes időben lehet végezni, hiszen a rendeletünkben ez így megfogalmazva. Ott kell lenni a tulajdonosnak, aki éppen égeti az ilyen avart vagy hulladékot. Lenni kell nála olyan eszközök, amivel bármi esetén lehet, hogy jól tenni tüzet, tehát akár víznek lenni kell a helyszínen eszközöknek hozzá. Tehát csak is ezekkel a feltételekkel lehet égetni a belterületi ingatlanok esetén. Külterületi ingatlanok esetén pedig mindenképpen engedélyt kell kérni a katasztrófavédelmi szervektől, amit írásban kell megkérni, és ők ezt engedélyezik, ha engedélyezik persze. Az avarégetés ellen már az állatvédők is felléptek, az erdőszéli területek mellett ugyanis például a sünök a fallevelek alatt kereshetnek menedéket maguknak.